progresszió alapítvány 7. alkalommal adja át a középiskoláknak és tanároknak az okleveleket, elismeréseket. Először szeretnék a nyertes iskolákat köszönteni, és én felkérném József János rektor urat és Bakus János kuratórium elnök urat, hogy adják át az okleveleket. Kérném a rektor urat, elnök urat, hogy fáradjanak ide ki az okleveleket átadására. És János pedig, hogy készítse elő szokásos fotókat. Díjazásban részesül a Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, a díjat átveszi Marcis György matematika-fizika tanár. Következő díjazottunk a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium, a díjat Gál Györgyék Roma Világ Matematika munkaközösség vezető veszi át. Díjazásban részesül, nem első alkalommal, tehát már többször volt vendégünk, a Borongai György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Bácról, a díjat átveszi Fábián Gábor igazgató úr. Szintén nem első alkalommal köszöntjük a budapesti 14. kerületi Szent István Gimnáziumot, a díjat átveszi Szalainé Tahi Zsuzsa informatika tanár. Már ketté váltunk azért, de van kapcsolat. Jó van. Rektor említette beszélgében a Földes Ferenc Gimnáziumot Miskolcról, az oklevelet átveszi Szűcs Gábor úr. Földes Ferenc a tanítanika? Igen. Akkor legyen az oklevél. Igen? Volt az a gumáruházban is annak ideig, kiosztották a cipőket, azt mindenki összecserélte. Tehát megkövetjük az Érdi Vörösmarty Gimnáziumot, a díjat átveszi Varga Zsolt fizika informatika tanár úr. Következő díjazottunk a Szekszárdi Garai János Gimnázium, a díjat átveszi Erdinger Ferenc matematika fizika informatika munkaközösség vezetőjéről. A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium a következő díjazottunk, a díjat dr. Rutányi Lajos fizika, kémia, informatika a közösség. A következő díjazottunk a Kiskun Halasi Bibó István Gimnázium, Stóth Piroska tanárnő veszi át, kémia, biológia, földrajzszakos tanár. Elismerésben részesül a Kisvárdai Besenyei György Gimnázium és Kollégium, a díjat átveszi dr. Jánosi Matató tanárnő. Elismerésben részesül a Lovasi László Gimnázium Veszprémből, a díjat átveszi Párti Zoltán. Következő díjazottunk a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, és a díjat Makis Gábor Reálmunka Közösség vezető veszi át. És
szintén nem először köszöntjük ebben a teremben a Verespálné Gimnáziumot Budapestről. Major Balázs, a fizika munkaközösség vezetője veszi át a díjat. Tanár kollégákat díjaznánk, és nekik őket megkértük, hogy miután átveszik az oklevelet, akkor nagyon röviden, 2-3 mondatban mondjanak önöknek egy olyan példát, ami az ő gyakorlatukból való, és amivel motiválni tudják a hallgatókat, hogy a műszaki természettudományi pályák irányába forduljanak. Életrajzot azért nem kérünk, mert én pár mondatot mindenkiről fogok mondani. Tehát igazából jó gyakorlatokat szeretnénk itt hallani. Első díjazottunk Csötönyi Nóra tanárnő, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Matematika szakos tanára. És őt kérnénk, hogy vegye át a díjat. Tehát én láttam a férfiak tanárnak. De mondjuk ennyi, és maga mint a gyúrnak. Nem, de úgy értettem én. Jó. Tehát mit üzen a tanárnő? No, semmit. Ilyenre nem készültem. De majd. Igen, de maga kicsoda egy. Én a volt osztályfőnököm volt, én lejártam az életemre. Igen. Most mondjuk arra. Na, volt osztályfőnökéről mondja valamit. Szóbeli felelet, én megmondtam. Engem 9-es időszakoromba tanított. Igazából már akkor is szeretem a matematikát, de miatt a komoly dolgok iránt is kezd megérdeklődni. Plusz egy ilyen vicces, érdekes, történetes dolgokkal színesíteni a matematikai tanulmányokat. Ez szinte rám is hasonlít, nekem tetszik ez a legyen. Gratulálok. Igen, igen, és egyébként át se adtak volna. Akkor, amikor bevállal valaki valamit, középkorban a postásokat rögtön. Alig maradt a félben, na lássuk a követi ráhúzást. Jó van, akkor mondjon valamit nekem. Tehát a Szolnokra Verseny Ferenc Gimnáziumból jöttem, matematikát fizikát tanítok. Hát, hogy rövid legyen, egy dolgot emelnék ki, mert rengeteg területen próbálom tehetséggondozással foglalkozni, de van egy olyan, amire azt mondom, hogy büszkék lehetünk. Indítottunk egy fizika versenyt 7. évfolyamtól 10. évfolyamosokig, tehát lementünk az általános iskolákba, és próbálunk onnan is tehetséget felkutatni és gondozni. És a verseny úgy néz ki, hogy először háromfős csapatokat alkotnak a diákok, tehát olyanok is eljönnek, aki lehet, hogy egyedül nem lenne belevágni, de így egy csapatban el tud esetleg egy kicsit bújni. Van egy otthoni rész, amikor egy játékot vagy ők készítenek, vagy csak egy már meglévő, és akkor annak a fizikáját kell leírniuk. Beküldik, ezt a zsűri díjazza. A második fordulóban pedig a zsűri előtt kell szóban, ugye ki volt emelve, hogy mennyire fontos, hogy szóban is feleljenek a diákok, szóban elő kell adniuk, és a zsűri kérdéseket is tehet fel, és mindezt úgy teszik, hogy a többi csapat előtt, tehát egymástól is tanulhatnak, sőt a zsűri szokott olyat csinálni, hogyha feltesz nekik egy kérdést, és ők esetleg nem tudnak válaszolni, akkor bárki a közönség soraiból, tehát is ilyen interaktív módon próbáljuk őket rávenni, és nagyon szokott nekik tetszeni. Persze emellett egy írásbeli forduló is van, ahol feladatokat oldanak meg, és úgy alakul ki a végső pontszám, és sikerült most már sok éve, 16. éve rendezzük, és egyetemi professzorok alkotják a zsűrit. Ez is nagyon nagy élmény egy ilyen 13-14 éves diáknak, hogy ő előttük kell végül is felelniük, és bemutatni az eszközöket. Egy kérdésem van, meg egy javaslatom. A Szalai Feri támogatja ezt a mozgalmat? Nem kifejezetten, tehát mármint anyagilag nem, azt mondom, hogy nem. Tehát másképp biztosan. Hogy akkor innen egy erős kívánság megfogalmazódott, hogy támogassa már, ha annyi minden mást is. A másik meg, hogy a következő évre van ez a Segway, ennek a fizikáját, ha földobnák, jó? Jó. Az egy kemény dolog. Jó, az egy kemény dolog. Jó. A másik dolog, hogy rá volt Anita néven, van egy kiváló válogatott fizikabrás. Nem, Rita, igen. Rá volt Rita. Hát nagyon távoli rokon, igen. Nagyon távoli. Hát utána mindenki mindenkinek rokona valamilyen. Köszönöm. Nagyon tényleg.
Következő díjazottunk szintén egy hölgy, Gécziné Pila Erika, az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Matematika Fizika szakos tanára. Ugye, mert magát Petőfi kötelezi, aki Aszódon szenvedett egy darabig. Igen, igen. Hát néhány szóban akkor elmondanám, hogy hogyan is kerültem ide, és mivel motiválom a gyerekeket. Én két program sorozatot szervezek a gimnáziumban. Az egyik az általános iskolásokat szólítja meg. Egy interaktív kísérletezős napot, a kutatók napját szoktam így a szeptember végén megszervezni számukra. Méghozzá úgy, hogy a középiskolásaink végzik a kísérleteket, ők mutatják be nekik. Egy ötven fő szokott egyszerre kísérletezni nálunk, több turnusban, egyszerűen mindig 200 gyerek egy nap. És azzal motiválom őket leginkább, hogy ők mutathatják be saját kezükkel is, megtapiskolhatják a nemütoni folyadékot, az magőnbe, tehát mind hatalmas élményt jelentenek az általános iskolások számára, és borzasztó felemelő látni, hogy hogy élvezik a fizikát ezek a gyerekek, azok is, akik előadják, azok is, akik először ismerkednek meg vele. Szeretem őket hagyni kibontakozni, hogy van, aki saját kísérleteket is hoz, és még véletlenül se lehet őt visszatartani, hiába tüzes az a kísérlet. Ők videót készítenek, és minden humorérzéküket beletöltve kis filmeket készítenek erről a napról, és a honlapunkon számos ilyen film is megtekinthető. A másik program, illetve programsorozat, ez a Műszaki Napok, ahol a természettudományos életben a sikereket elért embereket hívok meg, hogy példaképet nyújtsak a diákaim számára. Hát röviden talán mindig. Már egy gyöngejeles osztályzatot megszabad. Nagyon gratulálok. Következő díjazottunk Lugosi Attila tanár úr, aki a Budapesti Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskolában tanít matematikát és informatikát. Igen, a felvezetőben hallottuk, hogy egy közgazdasági szakközépiskolában oktatok matematikát, úgyhogy nekem nagyon nehéz dolgom van, mert hogy hát túlnyomó részt közgazdasági területre képzik a hallgatókat, de hát én is itt végeztem műszakon, úgyhogy hazabeszélek, úgyhogy igyekszem elcsábítani őket, és hogy egy rám jellemző módszert mondjak, én a matematikában is mindig úgy próbálok bármilyen tananyagot elővezetni, vagy érdekesíteni számukra, hogy arra próbálok rávilágítani, hogy ez mire jó neki, vagy hol jelenik meg ez a természetben. Hogy Fibonacci sorozat, meg ilyenek, de hogy maga egy kettő az x-ediken exponenciális függvény, hogy a tengeri barna alga hosszának növekedése, tehát hogy mindig máshonnan próbálok példákat venni. A legjobb példa, amit szeretek, azt mindig a logaritmus bevezetésénél azt legjobban szerettem elmondani, ezt a egy A4-es lapot hányszor hajtsunk félbe, hogy a vastagsága elérjen a holdig. És nagyon érdekes megfigyelni a diákokat, hogy először is kiakadnak a fizikai korlátokon, hogy de hát azt nem is lehet hétnél többször félbehajtani. Tehát nem a problémára fókuszálnak, hanem hogy valóban az A4-es lapnak a méretei a korlátok, de hát akkor mondjuk egy végtelen kiterjedésű, nem érdekes hányszor hajtsuk félbe, és akkor először mindig próbálnak tippelni. Több milliárd, több millió, nagyon sokszor. És akkor felírjuk az egyenletet, meg kiszámoljuk, hogy 42-szer. Elég. Nem hiszik el, megdöbbentő számukra, de maga ez, hogy bele ki kell próbálni, millió korlátba ütköznek, de kiszámolják, felírjuk az egyenletet, kiszámoljuk, és valóban ezzel szemléltetni tudom azt, hogy milyen erősen növekszik ez a 2 az x-ediken függvény, meg hogy a hatványozásnak milyen nagy jelentősége van, de mondom itt a biológiából, fizikából, mindenhonnan próbálok, a légnyomás, tehát a hatványozás nagyon sok helyen megjelenik, és ezáltal rögtön egy érdekességként fogják ezt fel, és utána néznek, és mondják következő órán, hogy hát ő megnézte, és akkor a napig mennyi lenne, és akkor hát így próbálom valami természetből vett példát. Talán mi meg a vagyonunkat a hatványozunk. Tehát Keleti Károly közgazdasági, tehát közde matematika. Tehát, hogyha azt tetszenek nekem megmagyarázni, hogy úgy van az árfolyam, és akkor melyik az a rezdülés, amiből meg lehet állapítani, hogy elindul valamerre. És tetszik tudni, hogy tök mindegy, hogy fölfele vagy lefele, csak jelentősen mozogjon, mert abból én már tudok üzletet csinálni. Ehhez én Csorok Györgyel tudok kommunikálni, de én itthon keresném a megoldást. Jó, amit tudom a receptet, azonnal szólok. Igen, a villany
karon Lewandowski tanár úré, tehát lehet jönni ilyesmit tanulni, akár szerintem populáris formában is hajlandók a tanár urak, mert ő gyenge a közalkalmazotti fizetés, és valamivel kiegészít. És gondolom persze az igazi részleteket nem árulják el, mert azt a saját gyerekre mutatják. A veszteségeikről pedig nem. Én, mint egyszerű ember, egyszer OTP részvényt vettünk, az rögtön elindult lefelé. Egy év alatt kapaszkodott vissza arra a szintre, amit vásároltuk, és rögtön eladtuk. Ez is egy sors. Így van, tanár úr, nagyon köszönjük. Következő díjazottunk Major Balázs tanár úr, a Budapesti Verespáli Gimnázium fizika tanára. Igen, tehát Major Balázs vagyok a Verespáli Gimnáziumból. Hát nagyon sok mindent csinálunk szerintem a Verespáli Gimnáziumban, valószínűleg jól, hogy a fizikát megszerettessük, és ennek több bástyája is van, és ebből az egyik a szakkörünk, van egy természettudományos szakkörünk, akit Galileiről neveztünk el. Ő volt a kísérletező fizikának tulajdonképpen az atya és a tudományos világban való bevezetője. Hát ennek nagyvonalakban annyi a lényege, hogy több különböző természettudományos tantárgy karöltve egy kis informatikával, matematikával. Különböző projektekben gondolkozunk, volt már itt napóraépítéstől kezdve Arduino programozás, csak hogy két egészen eltérő területet mondjak. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos és népszerű a nyári táborunk, amely nem csak fizika, de minden évben van benne egy olyan csapat, egy olyan 15 fő, aki kifejezetten fizika, kémia, fizika, informatika vagy fizika valamilyen párosításra jelentkezik. Ebben a táboron még mindig részt veszek a fizika résszel. Hát sajnos ennek a finanszírozása az problémás, ugye a nyári táborok finanszírozása az most valahogy hogy kiesett a fixisből, de ezt még egyelőre át tudtuk hidalni az elmúlt egy-két évben, aztán majd meglátjuk, hogy későbbiekben mi lesz. Ezen kívül van egy nagyon népszerű fizika versenyünk, egy kísérleti fizika versenyünk, tavasszal szoktuk mindig megrendezni, ahol hát nagyon, tehát 7-től 12-ig nyilván két év folyamonként más mérési feladattal kell megküzdeniük a diákoknak. Ennek az szokott lenni a lényege, hogy vagy ismert kísérleti eszközökkel kell ismeretlen kísérletet elvégezniük, de ott mindenképpen olyan, amit egy olyan 60 perc alatt el lehet végezni, és ott a helyszínen kell, volt már egy számítógéppel, volt már egy kézzel egy mérési jegyzőkönyvet készíteni. Egyébként ez a mérési jegyzőkönyv készítés ez a napi fizika óráknak is az eleme. Mondjuk egy heti 3 órás fizika tantárgyban, mondjuk 9-ben, egy olyan 10 jegyzőkönyvet biztos, hogy csinálnak egy év alatt a diákok az egyszerűbb és nehezebb mérésekből is. Ez egy nagyon szép fölkészülés a műegyetem követelményeire, és egyáltalán hát a mérnöki életpályára. Hát az nagyon fontos nálunk, egyébként ez kémiából, biológiából, fizikából is, hogy hál' Istennek sikerült ilyen-olyan pénzekből felfejleszteni az elmúlt 5-6-8 évben az eszközparkot, hogy a tanulók tudjanak kísérletezni a fizika órán és kémia órán. Ott a fiúk-lányok aránya a Verespálnéban? Hát ugye a Verespálné, ugye pont most 200 éve született Verespálné, ugye aki a nőképzésnek az úttörője volt Magyarországon, és hát túlnyomó részben még mindig lány, tehát még mindig érezhető ez a, ugye közel most már 150 éves az iskola, a nőknek, a hölgyeknek, lányoknak a többsége, tanári karban is egyébként, meg a diákok körében is, de valahogy ez azért nem tükröződik annyira a műszaki pályákra való irányultságban, bár nekem is két tanítványom jött a műegyetembe, egyik építészkarra, másik pedig gépészkarra. A VIK-re fiúk jöttek a Talmagy Heten idén, azt hiszem. Nagyon szépen köszönjük, és gratulálok! Következő díjazottunk egy kémia tanárnő, Ostyemné Német Márta tanárnő, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és kollégium. Ez az előtt. Köszönöm szépen a díjazást, és azt gondolom, hogy a mai társadalomban elég nehéz motiválni bárkit arra, hogy természettudományok iránt érdeklődjön.
de igyekszem, illetve a kollégáimmal együtt igyekszünk ennek érdekében mindent megtenni. Az utóbbi két évben erre nagyobb lehetőségünk is van, hiszen Roncz Béla igazgató úrnak köszönhetően elkészült a természettudományos laborunk, kettőt is kapott az intézmény ebből, és így módon lehetőség van arra, hogy tanulókísérleti órákat tartsunk minél többet, illetve a tanórai keretek elég szűkösek, ezért igyekszünk tanórán kívüli foglalkozásokat tartani, amelynek keretében a gyerekek kísérlettel, tapasztalattal tudják megismerni a kémiai szépségeit. És azt gondolom, hogy ha valaki meglátja azt, hogy egy kémcsőben milyen varázslatok történnek, akkor már egy lépést tettünk annak érdekében, hogy közelebb kerüljön ez hozzá. És ezt igyekszünk megtenni oly módon is, hogy idén harmadik alkalommal szervezzük meg a környező általános iskolák számára a Lucanapi Varázslatok című kémia versenyt, amelyben már az előző évben is több csapat jelentkezett, reményeink szerint idén is többen jelentkeznek erre, valamint rendszeresen idén már 8. alkalommal szerveztünk természettudományos tábort, amelyre tavaly kaptunk támogatást az alapítványtól, és ennek keretében is rengeteg kísérlettel tudnak találkozni a gyerekek, és ami itt különleges az, hogy egymást segítik, tehát a végzős, már érettségizett diákok segítik a többieket abban, hogy önálló módon, önálló tapasztalatszerzéssel kerüljenek közelebb a természettudományokhoz. És itt attól függetlenül, hogy valaki a természettudományok iránt elkötelezett vagy sem, humán érdeklődésű gyerekek is részt vesznek a táborban, és azt hiszem, hogy ez segítés, illetve lehetőség arra, hogy azok szívébe is beültessük ezeket a tantárgyakat, akik azért nem elkötelezettek ez irányba, de ha azt gondolom, hogy ha egy picit közelebb hoztuk hozzá, akkor már megérte. Következő díjazottunk Paolovics Ferenc tanár úr, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium matematika-kémia szakos tanára. No, hát ahogy bemutattak engem, igen, Budapestről jöttem a Radnóti gimnáziumból, és hát egy kicsit más beszédre készültem, nem ilyen jó gyakorlatot akartam átadni. Nem baj, ezért elmondom azt, amit szeretnék. Nekem ez abszolút meglepetés volt ez a díj. Én kaptam egy értesítést, hogy akkor elnyertem ezt a díjat, és hát rögtön mentem az igazgató nőhöz, mondtam, hát Kati, hát nem értem, hát valami spam biztos, hát én nem kaptam díjat, én nem neveztem sehová, és hát mondta, hogy hát nem, hát hogy ez egy meglepetés, így módon. És mondtam, de hát én nem vagyok már fiatal, én már a múlt évezredben is itt dolgoztam, de hát igen, még azért beleférek ezek szerint 50 éves kategóriába, úgyhogy így módon akkor most már magaménak éreztem egyből ezt a díjat ezek után, és nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, és egyúttal köszönöm az igazgatónőmnek is, aki most nincs itt, de ő terjesztett fel. Hát én gondolkoztam akkor most azon itt röviden, hogy mégis én mit tudnék hozzátenni ehhez. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam itt a kollégáktól. Ugye egy kémia tanár után egy másik kémia tanár hasonló dolgokat tud mondani, én azt gondolom. Tehát én magam is úgy látom, hogy nagyon sokat jelentett a gyerekeknek az, hogyha ők kísérletet végezhetnek, és nekünk óriási szerencsénk van abból a szempontból, hogy ahogy ön fogalmazott, még nem rontották el a gyerekeket régebben, mert hogy mi már 7. osztályos koruktól kémiát taníthatunk a gyerekeknek. Úgyhogy igazából 12 éves gyerekektől egész érettségiző gyerekekig végigvihetjük a kémiát, és ez nagyon sokat segíthet abban, hogy akkor a gondolkozásmódot, a tantárgy szeretetét átadjuk. Hát amit teszünk érte, nyilván a teljes lelkesedés, teljes odaadás a tanórákon. Mi magunk is rengeteg szakkört szervezünk, ilyen komplex természettudományos szakköröket, évfolyamokra bontva ilyenkor minden természettudományos tárgy szerepet kap ezekben a szakkörökben. Nyilván mi szervezünk házi versenyeket kémiából. Tehát mindent megteszünk azért, hogy a megfelelő alapokat és a megfelelő motivációt, lelkesedést megadjuk a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy nem is kell akkor őket irányítgatni a műszaki pálya felé, hanem ők maguk eldönthetik, és meg lesz az alapjuk ahhoz, hogy bátran dönthessenek, hogy esetleg ilyen irányba szeretnének elmenni. Másik szakma a matematika, ott is igyekszem azért valamilyen módon támogatni a gyerekeknek a matematika tanulását, tehát például mondjuk a Bolyai Országos Matematika Csapatversenynek egyik helyi szervezője vagyok, rendszeresen a döntőben részt veszek, javítok, zsűrizek, tehát én azt gondolom, hogy ezek azok, amikkel úgy
hozzá tudok tenni egy picit ahhoz, hogy a felnövekvő generáció akkor a természettudományos képzésben igazán ott legyen. És egy legutolsó gondolat, bocsánat, tehát a legutóbbi osztályom 3 éve érettségiztek már, és hát 2 kéz kell hozzá, hogy megszámláljon, hányan jöttek a Műszaki Egyetemre, ami azt jelenti, hogy a 35 főből majdnem 10 diák itt van a Műszaki Egyetemen. Én nem nyomtam őket, hanem ők úgy döntöttek, hogy vagy ilyen irányban. Ezt majd megnézzük ezt a 10 első igen. év után, hogy hányan van. Három éve, igen. Akkor abból már lesz valami. Már csak elszúrni lehet, nagyszerű. Csak úgy mondom, hogy a november végi nyílt napunkra mindenki ösztökélje a diákokat. És aztán nálunk, én az építőkarról vagyok eredetileg, a labor látogatásaink annyira jól sikerültek, szóval a kísérletes része, hogy volt olyan iskola, hogy kis csoportokban 3-4 alkalommal még visszajöttek, és az érdeklődő hallgatókat. Kéne is valami felületet erre képeznünk, hogy akinek ilyen különleges kívánsága van, ugyanis rengeteget tudunk mondani a laboratóriumunkkal, azok úgy önmagukért beszélnek, és ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy a középiskolákban is ezzel nagyon pozitívan a műszaki pályára mozgást lehet motiválni. Következő díjazottunk Szabó Judit tanárnő, a Tamási Béri Balog Ádám Gimnázium és Kollégium fizika és informatika szakos tanára. És egy jó gyakorlatot szeretnénk hallani a másikból. Köszöntök mindenkit, és köszönöm a díjat, mert mely szerintem nem az utóbbi évnek az eredménye, hanem a sokkal előbbi éveké is. És én Budapesten 6 évig tanítottam a Műszaki Egyetemmel szemben egy gimnáziumban, ahonnan ugye érettség után így átmentek a másik oldalra a diákok. Most pedig 1 éve kisvárosba kerültem, és ott kezdek új életet. Én azt gondolom, hogy fölforgattam fizika területén az ott lévő életet, és már hallottam azt, hogy azért jelentkeznek fakultációra a diákok, mert ez egy érdekes és ez egy jó tantárgy. Azért gondolom, hogy fölforgattam, mert számomra az a fontos, hogy a diák maga végezze el a kísérletet, nagyon kevés eszközzel is, és ennek néha az az ára, hogy az osztályteremből kimegyünk, és megyünk mondjuk optikai kísérleteknél a teraszra, az épületnél ott nézünk ki, és nézzük a távolba a tárgyakat, és összeállítunk az optikai padon különböző dolgokat, vagy éppen valamit lejtünk a 3. emeletről, és alul állnak a diákok, mire az idősebb kollégák szünetbe kérdezik, hogy mit csináltatok, miért mentetek ki óráról. Megszeretik, úgy látom, hogy ha számítást végzek utána velük, amikor ők csinálják meg a kísérletet, akkor jobban megértik azt a részt. Hát és lehet, megszeretik. Hát lehet, hogy ezzel fog végképp a másik fölkerülni a térképre, ezzel az akcióval. Ez nagyon jó. Azért is fontos, mert mi szoktuk nézni, hogy az ország mely megyéből jönnek a műegyetemre diákok, és sajnos van néhány olyan megye, ami Fehérfolt. És Tolna megye Fehérfolt a műegyetem hallgatóinak a vonatkozásában, és körülbelül még 2-3 olyan megye van az országban, ahonnan nem nagyon tévednek ide hallgatók. Következő díjazottunk Szabó László, Veszprémi Lovasi László Gimnázium informatika szakos tanára. Az a kezdem, mint a kollega itt az a cseng egyből a dolog, hogy az osztályom 3 éve érettségi, tehát majdnem 3, és nekem is a 30 diákból, hát 20 ide a Műszaki Egyetemre jött, és nagy részt itt is vannak. A tehetséggondozást mi is igyekszünk viszonylag korán elkezdeni általános iskolában. Ennek érdekében szervezünk egy verseny most már elég jó óta. Részben azért, hogy felkeltsük az informatika tagadatunk iránt az érdeklődést, meg azért is, hogy azért hamar rájöjjenek, ha addig nem sikerült, hogy az informatika nem csak a szórakozás, és hogy sokan szeretnének informatikusok lenni, de nem úgy tudják, hogy ez mivel jár, és ez a verseny mindenképpen alkalmas erre. A motiváció felkeltésére sok minden alkalmas lehet, akár egy
akár egy jó kis legóróbot, azonnal felcsinálni azt szerint, hogyha meglátják, hogy azzal lehet valamit megózni és lehet programozni. Rövid távú motiváció nagyon jó lehet akár egy tanul rá, amikor kicsit leül a dolog, hogy azt mondjuk, hogy na, akkor kap egy sportszeretet, aki ezt megmondja, és akkor egyből visszakérdezett, hogy mi is volt a kérdés, és így betudják minket. Tehát a diákok egyébként alapvetően tényleg informatikában érdeklődőek az elején, aztán tényleg amikor azt látják, hogy az életben vannak olyan száraz tartalmak, amit meg kell tanulni, azt mondom, hogy a tanárnak ez a legfontosabb, hogy ott is fenntartja az érdeklődést, akár egy csokival, vagy akár hosszú távú motivációval, hogy te ezen érdeklődik, akkor akár a Műszaki Egyetemen is kitölthetsz és eredményes lehetsz. A kettő megjegyzés, egyrészt, hogy ugye az informatika most már máshol jár, mint a 70-es évek elején, de mennyire élveztük mi a Rihai házékban, hogy reléből kettes számrendszerben összeadó, kiadó, szorzó, osztógépet építettünk, ez az egyik, a sportszeletre emlékszünk a reklámra, és az a sötétbarna bőrű egyén evette sportszeretet, és fogd előtte az autót a szakadékba, vigyázni a gyerekeket, gratulálunk! És végül a tizedik díjat, de a díj fennállásának történetében a 74. tanári díjat Varga Zsolt tanár úr kapja meg, az Érdi Vörös Marti Mihály Gimnázium fizikai informatika szakos tanár. Tanár úr, hallgassuk. Hát azzal kezdem, hogy kicsit meg vagyok fázva, de megpróbálom elmondani, tudom, hogy azért iskolánk, az Érdi Vörös Marti Mihály Gimnázium egy szerencsés helyzetben van azért, mert 2013-ban egy új laboratóriumot adtak át mi nálunk. Egy támpos pályázat volt ez, és ezáltal a 770 diákunkon kívül még 10 tagintézmény gyermekei is járhatnak a mi iskolánkba. Sőt, amit sikerült elérnünk, hál' Istennek, mert igazgató asszonyunk tényleg nagyon támogatja a természettudományok oktatását, 7.-8. osztályban sikerült a 2 órát úgy megbontani, hogy az egyik óra az teljes mértékben bontott, és ott laborgyakorlatokat végeznek a gyerekek. Vagyis ez azt jelenti, hogy heti egyszer mindig kísérlet és mindig mérés van, aminek a legvégén természetesen egy jegyzőkönyv készül el. És tényleg nagyon látszik az, hogy ezek a gyerekek, amikor oda kerülnek a gimnáziumba, teljesen másképpen dolgoznak, mint azok, akik máshonnan más általános iskolákból jöttek, ahol talán erre nem volt lehetőség. Úgyhogy mi ezt így elértük, ezen kívül minden évben egy komplex természettudományos versenyt szervezünk a környékbeli diákjainknak, erre is köszönjük szépen a támogatást, mert ezt is megnyertük. Itt körülbelül 150 gyermeket szoktunk megmozgatni, ez matematika, fizika, biológia, kémia szekcióban zajlik ez a verseny, ami nem csak írásbeli versenyt jelent, hanem vetélkedők, egy fizika showt szoktunk minden évben megtartani érdekes kísérletekkel. És hát ezen kívül én úgy gondolom, de ezzel mindenki egyetért, hogy a fizikát, én főként fizikát tanítok, a második szakom az informatika, de a szívem csücske a fizika, azért azt elmondom. Én úgy gondolom, hogy a fizika oktatásnál az a leglényegesebb most, hogy mindig legyen egy kísérlet, mindig legyen egy valamilyen mutatvány. Személy szerint nem tudok már elképzelni tanórát úgy, hogy zöld tábra is kréta. Tehát ha nincs valami a kezem ügyében, akkor már keresem, hogy hova menjek, vagy mit csináljak, mert azt nem lehet. Tehát ezt így érzi az ember, szerintem ti is egyetértettek ezzel, hogy... És én erre törekszem, hogy ezt... Kísérleti fizika oktatás. Hát igen, nagyon fontos. Mennyit szerettem volna, köszönöm. Nagyszerű volt, nagyon gratulálok. Köszönni Fodor Erika tanárnőnek, a Kutató Tanárok Szövetségének a tiszteletbeli elnöke, aki minden évben segít nekünk a pályázatok bírálatában. Ezzel ünnepségünk hivatalos része véget ért. Az ünnepség után én szeretném megkérni a díjazottakat, hogy a csoportfotó erejéig maradjanak itt. Itt a szomszédteremben fogadás van, és ahogy ismerem, rektor urat még szeretne önöktől szólni. Ezeket a magyar pedagógus arcokat, ezeket jól látni, ez egy különleges kaszt, azt mondjam.
mert hogy ilyenre választottak ki, aztán meg még ilyenebbé válnak. Ezt fogják föl egy olyan hivatásrendiségnek, tudják, és ezt így csinálják, és tartsanak össze, de közben az egyéniségüket is tartsák meg. És nem igaz, hogy a magyar ifjúsággal időről időre nem tudunk mit kezdeni, nagyon is tudunk mit kezdeni. Igazítsanak azon, amit kaptak, és nagyon turbozzák föl őket, hogy nekünk már csak kevés gondunk legyen, mert azért itt is óriási feladatok vannak, mert itt az egyetemen alkotó emberrel kell őket nevelnünk, és ez nem egy kis miska, és egy ország ettől megy előbbre, hogy ilyen emberek vannak. Itt ne feledkezzünk meg a gazdasági és társadalomtudományi karunkról se, akik szintén nagyon színvonalassan teszik a maguk szakmájában a dolgukat. Ennek egy összvérváltozata a műszaki menedzser típusú oktatás, ahol ugye persze ebből lehet nesze semmi fog meg jól, hanem nagyon figyelünk oda, hogy egy kis mérnökvénával, egy kis gazdasági és egyfajta társadalmi elhivatottsággal képezzünk itt nagy számban kiváló szakembereket, aztán akik majd kimennek a gyakorlatba, meg az életbe, és ott ezt a kvalitást, ezt ténylegesen érvényesítik, mert hogy ingyen egyébként nem adnak semmit. Még egyszer ezeket az arcokat én szeretem, ezt kell, hogy mondjam, és örülök, hogy itt lehettem. És érdemes volt így rektorrá válnom, Györgyi. Akkor bónuszként egy családi fotót kérnék rektor úrral és a tanárdíjazottakkal.